Maguk még mindig itt vannak. Maguk tudják. Hazudtunk önöknek. Ez egyáltalán nem így történt. Ez minden esetre nálunk maradt. Hogy pontosan kinél, az titok. De maguk már otthon vannak bennünk. Tudják, mint hagytuk el Indiát. Azt is tudják, honnan a szög. De honnan lettünk mi cigányok? Na, ezt még elmesélem önöknek. Mi cigányok, és kérem én, Kolompár Károly, valaha madarak voltunk. Madarak. Nem neveltek minket semmi mesterségre, szántásra vetésre, hanem csak neveltek hegyvölgyet repülni, puszta eget szállni. Addig barangoltunk, addig tallózgattunk, addig-addig, míg nem rétre leltünk, csodagazdag rétre, hol végre leszálltunk. Addig csipegettünk, addig-addig, nem tudtunk fölszállni. Elvesztettük magunk búrjánzó réten, nem tudtunk fölszállni, emberekké lettünk. Emberré változtunk világ szégyenére. Hát te mit csinálsz itt, Károly? Mit csinálnék máshol, uram? De jó, hogy jössz. Itt van ez a szög például, meg... Felmerült a kérdés, másokban persze, hogy miért verszte minket cigányokat? Tudom, hogy nem érdemlem meg a választ, de... Nem is válaszolok, Károly. Egy szupernovát dolgozom. Megnézem, lehet-e a csatrasekár tömegnél kisebb csillagokból is szupernovát csinálni. Hát, ha valakinek, neked biztos sikerülni fog. És merre örülhetünk a kis szupernovának? Keresem, Károly. Nézem. Keresed, nézed. Azt mondja, te jót. Naprendszer. Nap. Na hát, pont a ti napotok, Károly. A mi napunk? Igen. De nem a nap! Uram, nem tudnád valamerre más fele? Nem rossz ez a mai kávé, Károly. Hát, uram, te megitted a kávémat is. Korrekt ez így, uram. Az ég áldása rajtad, Károly. Figyeld a szupernovát. Figyelem. De... Isten veled, uram, de korrekt ez így! Uram! Mi a baj, Károly? Korrekt ez így, uram? Károly, a történelem az élet tanító mestere. Este vagy? Szoktam lenni. Hallottál? Azt mondja, hogy a történelem az élet tanító mestere. Álljál csak meg! Nagy hirtelen tolassál vissza! Miért? Érkezete? Nándi! Jó! Gyere még! Gyere még! Gyere még! Bocsánat. Na szálljatok ki! Ne bassza már meg a bigacsiga meg a batka manó! Mit csinál ott az elvtársnő? Mi vagyunk? Mi? Ja, államrendőrség. Nem lát a szemétől? Vak vagyok, kérem. Vak? Na, azt majd mindjárt megvizuáljuk. Fejezem a bazdevékenység folytatását. Kérem szépen,
Én csak a nyulaimnak szedtem egy kis füvet. Az bárki mondhatja. Magadás ténye súlyos bító körülménynek minősül. Súlyos bító körülmény. Bakezd mit az ország? Már 10 éve. Maga a népköztársaság vagyonának megcsappanását kockáztatta eltárs. Láttuk, amit látunk. És ez büntetőjogi következmény felelősséget von maga után. Kérem szépen, én nem csináltam semmit, csak a nyulaimnak szedtem egy kis füvet. Közterület. Közfüvet! Nándi, na kíméljesek ide magát az elvtársnő? De te alkalmas arra, hogy a népköztársaság gazdaság erejét aláássa, illetve a munkásosztály, a dolgozó parasság és a haladó értelmiség bizalmától megrendüljön. Magára vesse! Álljon már meg! Jöjjön csak ide! Hova lesz a séta? Éhesek a nyulai. És ilyenkor már enni akarnak. Hova jutna a világ, ha minden éhes enni kapna? A legnagyobbik fekete 8,5 kiló. Hát az unokáim úgy hívják, hogy Batman Susi Péter. Tetszik tudni, a nyúl nem iszik, csak eszik, hát ezért kell neki a friss fű. Kérdezte ezt valaki. Személyi azonosság igazolványokat kérem csak az elvtársnőtől? Tessék! Maga csak úgy tesz, mint aki füvették. De közben füvet lop! És aki lop, nem állítja meg az imperializmus szekerét a lejtőn, eltárs! Enyé, Zsófia. Na, mit csináljak én most magával? Hát tessék engem hazaengedni. Hova jutna a világ, ha mindenkit hazaengedné? Ha a nyulai megeszik a lopás által szerzett füvet, bűnös nyulak lesznek. Aki megeszi a maga bűnös nyulait, szintén bűnös lesz. De hát bűn előidézésben, bűnben, bűnpártolásban és bűnterjesztésben is halmozottan bűnös Zsófia. Igen, csak éhesek a nyulaim, főhadd nagy úr. Eltárs! Eltárs nő. Eltárs! Mit cselek már, uram? A Magyar Népköztársaság törvényei közvetlen népvagyon esetében rögtön ítélő statáriumot írnak elő, ugye, Nándor? És a BTK paragrafusai szerint az ítélet, keresem Zsófia, nézem, itt van, Nina, nézem. Halál! Halál. Golyó által a tett helyszínhelyén. Halál, elvtársa. Nem tettek róla, Zsófia, ide van írva. Igazságos rendőr eltársak! Csókolom a kezüket, rábukat! Ne tessék engem bánni! Eltársnő, ne! Hát ide szerencsétlen, a öreg asszony vagyok! Ide kérnénk egy megállítást! Nem tudok én írni, kérem! Írja 3 x-et! Tehát vak vagyok! Akkor meg 1-et! Kösd be a szemét! Minek? Hát vak! Alaki előírás, eltársa. A vak is ember. Nem minden ember vak, de minden vak ember. Hát! Álljon már meg az eltársnő! Nagy Herhényi, kisegítő rendőrös, egyes számú járőrösztaga. Jelen! Vigyázz! Barát! Ne vannak zárva azok a kis állatok! A letesz is rájuk van húzva. Lépés rá! Nem is tudja senki, hogy eljön. Hátrak! Hát éhen halnak azok a szerencsétlenek. Kivégzéshez! Édes jó Istenem! Tél! No! Kelj föl, cigány! Tudjuk ám, hogy nem haltál meg, de csak azért, mert meglőttünk le! De ez nem lesz ám mindig így. Károly, vak vagy, cigány! Meg! Látod, kérem, milyen pofát van? Na, iszkiri haza a nyulaidhoz! Batman Susi Péter! Opa! Ez összeúgyozta magát! Hát ilyet! Beszorok! Menjen a cigány! Csak bűnőr a cigány! Menjen a cigány! Érdődünk a cigány! Érdődünk! Menjen a cigány! Parancsol, Zsófia! Miért kapkodnak? Sietnek valahová? Méltóságos asszonyom, a csatlakozás nem várhat. Egyszer elkéstem a mozgókép filmszínházból. Ráadásul középre szólt a jegyem. Az egész félsornak föl kellett állnia. Roppant megalázó volt. Menjen a cigány! Menjen a cigány! Legyen kedve! Parancsol, méltóságos gróf úr! A saját dolgokat nehezítik meg.
ez egy ember. Na, jó, 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 jó. De ha tarkon vágják, ez is elesik. Feltartja a sort. Elfogad tőlem egy tanácsot, Gyula. Sőt, még teljesítem is. Ne üssék a tarkójukat. Vélem. Köszönjük szépen, méltóságos gróf úr. Hallottátok, Tuskó? Nem ütni, rúgni! Mutatom! Benne a cigány! Hogy nem lehet ezt megérteni, hogy csak egy fél bőrönt személyes holmi? Na mi van, mit nézel? Félbe vágjalak téged is? Ne arra úgy károljon, de nálam 5 perc alatt bent voltak a sidók. Az egy kultúrnév, de ezen... Ja? Megyen a cigány! Megyen a cigány! Félbőrön! Parancsú étméltóságos gróf úr! Állítsa meg ezt a leányanyát! Sorból nyőstény cigány! Gyermekem, bizonyára észrevette, hogy feltartja a sort. Félreléptem, kérem. Csak nem. A részletekre most nem lennénk kíváncsiak, de ha már megesett, jobban vigyázhatna arra a gyerekre. Maga immáron nem csak önmagáért felel. Ezt ugye sejt? Bizony, leányom, a gyerek a legszentebb a világon. No, álljon ide mellém és okuljon, tanuljon. Hadd próbálja meg még egyszer, gróf! Megyen a cigány! 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 Megyen a szállhat. Köszönöm! Jó, csak siessen! Lehet, hogy jobban fog sikerülni! Siessen már, hát az orra előtt fogják becsukni az ajt! Nem látta valaki a biciklimet? Édesanyám! Kicsinom cikám! Mások is vannak itt! Ezért? Haza akarok menni! Nem ülegem! Ebben a lábam rohanom! Tegnap a zsidók legalább fizettek. Rófúrnak a lázatosra jelentem, a bábagonorodás megtörtént. Mind bele vagon férve. Mind a 15 000? A rosszabb, aki számolta őket, aki itt volt adott. Ezeknek nem kell sok hely. Méltóságos gróf úrnak még nem tetszett látni putrit. Azt mondtuk, kaptak már kenyeret. Futottak minden nyulak. Milyen leleményes ember. A magyar paraszt különleges. Köszönjük, gróf. Kolompán, Károly vagyok. Mikor érünk oda? Hová érünk, mikor? Haza akarok menni! Hová visznek minket, kapitány úr? Mi lesz ez? Hogy kérdezésködnek? Kíváncsi népek! Á, cigányok! Értem! De nagyon lármát! Cigányok! 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 Hagyja a gróf úr! Nem kell ki a bármi! Tehát megkapunk! Legyek őrjük! Rófú, kérdezhetek egyet? Kérdezzem bátran. Mi lesz velük? Hova viszik őket? Valahova Németországban. És ott megölik őket abban a percben, ahogy kilépnek a vagonból, akár csak a zsidókat.
Cigány! Figyeljetek már, nem mondom el kétszer. Németországba mentek. Ott meg fognak ölni veleteket, akkor a pártal, hogy kiértek a magomból. Akárcsak a zsidókkal. Ezt a Gróf úr mondta, ő pedig egy becsületes magyar ember. Meg fognak ölni minket, hogy kiértünk a magomból. De jó itt a vagomban. Nem süt a szemünkbe a nap. Mi is nagyon jól érezzük magunkat. Hát nem kell gyalogolni. Én mindig vagomban szerettem volna élni. Karcsi bácsi! Miért halunk meg? Rossz úr azt kérdezik, miért halnak meg? Miért születtek? Zuhanyozni mennek. Köszönöm. És hát... Cigány! Miért születtek? Zuhanyozni mentek! Köszönöm! És hát, van még kérdés? Mind meghalunk? Rolf úr, azt kérdezik, mind meghalnak? Mind, fiam. Cigányok! Mind meghalnak? Ez a zuhany, ez nem azokság, Károly. Németek? A németek szok. Ők már kiért. Diadal vártál. És az is mind vereség. Ezeket a szerencsétleneket is már minek? Na semmi értelme. Semmi értelme, és mégis. Azért ezt becsülöm. Kelnóban ezek az agyak. Gyula fiam, nézzék már meg a vagont, ellenőrizzék. Erény Mihály. Kelnóban ezek az agyak. Németek, a kipufogó gázt visszavezetik a zárt teherautóba. Dörömbölnek még egy darabig a zsidók, aztán persze Isten. Fél óra múlva már viszik is őket a gödörbe, ugyanazzal a teherautóval. És egyik-másik még akkor is érkezik. Barátom? Fantasztikus! Nagy zsiványok ezek a németek. Azért ezek a németek. Ezek tudnak. Thank you.
cigányok. Mostanság mindenki ide engedett. Nem figyelnek szépen! Arra mennek, amelyre a doktor úr mondja! Mert különben arra mennek, amelyre én mondom! Hullaszás úr, a rádiához. Hullaszás úr, a rádiához. Köszönjük a fejlődést!
Nem kell. Viszont. Isten önökkel. Viszontlátásra. Nem figyelnek szépen, vagy én figyeljek magukra? Jobb és baloldali szelekció felsorakozik itt középen. Futott! Mocskos disznók,
ragaszkodnánk a disznószerűségünkhez. Akkor most a disznók ruhát le! Zuhany! Tegnap zuhanyoztunk! Igen. Zuhanyoztunk, szarrásztunk! Nem értelejük ki a vizet! Szárnyirákon nedvesség! Ha már egyszer fürdés, nem lehetne inkább ma volt? Igen. Az se baj, ha szabb vagy! Én meg is fúrtak a nagyon muszáj, csak ne zuhanyozzunk! Nem akarunk zuhanyozni! Nem akarunk zuhanyozni! Kussoljatok! Csókoló, hadd ne zuhanyozzunk! Engedelmével. Legyen olyan jó. Essen meg a szíve rám! Nem akarunk zuhanyozni. Nem akarunk. 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 Ha minden áron az igazat akarják hallani, hát nem zuhanyozni fognak. Ez itt igazából egy gázban. Levetkőznek, bemennek, de a zuhany rózsákból nem víz jön, de nem áll, mert hogy az nem is igazi zuhany rózsák. Helyette ciklon B kristályokat ejtünk be, ott mi? Látják azokat a csöveket a plafon? Melyik az a hosszúkás? Nem, az a zuhany rózsa. Nem látom. Hát halljak meg, ha látom. Ja, igen, már látok, hogy teljesen másomra néztem. Ahogy beejtjük a ciklon B kristályokat, azok a szabad levegő oxigénjével találkoznak, így cianhidrogén gáz képződik, ami megbénítja a légzőizmokat. 5 perc múlva mint halottak lesznek. 5 perc? Jó, 10. Esetleg 15. Előfordulhat, hogy fél óra vagy 3. Legvégső esetben egy óra, vagy másfél, de csak akkor, ha ráfekszenek a kristályokra. Úgyhogy nagyon szívesek erre nagyon odafigyelni, ez a maguk érdeke is. Hát akkor azt hiszem. Hát, megérkeztünk, gyerekeim. Nagyon fog fájni. Iszonyatosan. Én nem értem, Tancsi bácsi! Én se értem, fiam. Biztos, hogy meghalljuk? Isten áldja parancsnok úr! Szervusz, Kacsi! Zsófi! Kacsi! Csak azt akarom mondani, csak hogy tud. Tudom, tudom. Kutya rossz fér volt. Soha nem kerestél eleget. Csaltál is. Vertél. És mégis a feleséged van. Sofikám, azért néha te is a vasalóval. Megérdemelted, Karcsi. Nem akarnám önöket siettetni. Bizony sokan várnak. Köszönöm.
szar volt ez az egész. Arra sem emlékszem, mikor kezdődött. Miért? Már elkezdődött. Ráadásul rövid is. Mitől volt ilyen iszonyú hossz? Lehet, hogy a szerdák miatt. Rosszabb is lehetett volna. De jobb is. Egy nap volt több vagy kevesebb. Már úgy is úgy untam. Papa elvette a kutyát. Milyen napom? Nem is az, de hány óra? Én még bírtam volna. Befelé, barbot! Befelé, barbot! Hát akkor... odébb egy házzal, gyerekeim. Végül is nem volt itt olyan rossz. Rudas csillag, hajra hasad, sírás halám, mennyi hajlak. A cipotom, a galapom, indul már a gyors vonatom. Én vagyok az, aki nem jó, fele. Ebből az országból 50-100 ezer cigány végső útja vezetett Auschwitz kéményein keresztül hozzá, akit hiába szólongattunk. Pontosan nem lehet tudni, mert minket nem regisztráltak. Hogy miért? Én is a gázkamrában végeztem. Mikor a ciklombé kristályok lehullottak a betonpadról, a cianhidrogén felfelé kezdett terjengeni. Mindenki mászni próbált a vaksötétben felfelé, én is. És ott a sötétben, kérem, én, aki valaha Kolompár Károly voltam, agyontapostam egy gyereket. Nem tehettem róla, a leálló légzésem szűkölő állatot csinált belőlem. Nem tudom, kinek a gyereke volt, ma túl lenne a 60. évén. De mindörökké csak 3 éves marad. Aztán persze meghaltam én is. Egy brigádra való serény alkalmazott feszítővasakkal kibontott, a végső kínjukban összepréselődött többi halott közül, kiverték az aranyfogamat és bedobtak egy... nem figyelnek. Nem is volt aranyfogam, honnan lett volna. A brigád viszont valóban serényen dolgozott, de hiába. Végül nekik is tanulmányozniuk kellett, miként reagálnak a ciklombé kristályok a levegő oxigénjére. Aztán csillébe dobtak, és óriási égetőkemencében, krematóriumban elhamvasztottak. A hamvasztás után megmaradt nagyobb csontjaimat, mint combcsont, koponyacsont,
apróra törték és szétszórták a közeli erdőkben. Manapság csodálatosak arrafelé az erdők. Ezt a fényt az ott maradottaknak, de mindig van holnap. És elindultunk haza. 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 Gyere, gyere. Ki az? Karcsi. Kérdésed, mit csinálsz te itt? Fáradt vagyok, Karcsi. Halálosan fáradt. Fáradt vagy? Te vagy fáradt. Mibe fáradtál el? Megint valami rühes galaxissal tököréztél, uram? Amit te hidrogén felhőket, meg féreg lyukakat piszkálgat. Addig itt emberek, uram! Emberek! És te vagy fáradt! Bázd már, szegény! Hordószám öntök bele a kávét! Ez meg itt nekem! Fáradt! Soha többé nem állok veled szóba, érted? Jól nyisd a füled! Soha többé nem állok veled szóba! Na, gyerünk! Karcsi! Nincs egy kár. Gyere, cigány! Várj egy kicsi gyerekem! Itt van ez a szörny. Ezt most már visszaadnám, cipelt te. Azért valami között van hozzá. Most meg visszamentél a... Erről még. Odébb egy házra kell. Végül is nem volt. Krista bácsi, maga is! Korábban kellett volna, 10 perc múlva itt van. Atya, és ez meg ki a sem adta. Nem használ már ki velük, már elnézést. Sanyikát, Krista bátyám, vigyúz! Most ne vigyúz! Tudod te, mennyit kaptunk az Ocvitól, hogy 7 esztendős, 7 napig 7 házat adjunk 7 cigány családba? Tudom én. Miből csatornáztattam a járdát? Abból a 120 lomból kérlek, amit beteszik meg a pénzet. Sosú fillérig minden el lett számlázva, mindenki jól járt. Te tényleg teljesen meghűltél, Józsikám. Egyébként ezekben a házakban évek óta nem lakik senki. Hála Istennek! Hála a jó Istennek! Otto! Otto! Ott mi a csomó cigány? Miért nem költöztetted őket egyből bele a házba?
Minek gyűjtöttük azt a sok aláírást? Még anyám is aláírta, pedig 10 éve temettük. Nekem mikor adott az állam ingyen valamit, vagy semmit sem? Az állam nem én vagyok. Az állam neked? Te fizetsz? Nekem mondod, én fizetek és ezek költöznek. Parlament is beleúszott a Dunába, Tokkal, Bonóval. Élő egyenes adástól, levelesülés kerüst a Dunába. Sokkal komolyabb dolgok forognak. Igaz, kisasszony? Bocsánat. Ugye? És a számoktól benne van a fejlődés. Amihez hozzá tartozik, hogy befogadjuk. Miért baj az, hogyha cigányok jönnek? Szerintem. Nekem volt egy cigány csoportásom a főiskolán, aki cigány volt és nagyon rendes gyerek. Ez az igaz teljesen meg. Miért művelő? Tedd a nevedre, Pánki. Egyetlen cigányból nem lehet általánosítani. Nem általános. Megint a főiskolájára csippaszkodik. Diplomás cigány. Igen. Rendben van, Tiriki. Az összes diplomás cigány szívesen látjuk a faluban. Mind a kettő! Hát csodálkoznád a Sanyi, te nem is tudod, hogy meg hívok. Láttad-e már Nobel-díjas cigányt? Tisztában vagy veled, mit beszélsz? Láttad-e már egyetlen cigányt? Jó, hát érted, én is tudom, hogy van közöttük olyan, amelyik lop. Normális cigány nem költözne ide. Igazad, olyan meg nincs. Az meg a másik. Józsi, őszintén, nem ezért csináltunk belőle polgármestert? Istavátyám, én ott voltam már, amikor te még tanácselnök. Igaza van a papa. Voltam. Egy koszos cukrász voltál! Jöttél az utcára, ellettek a darazsak. Most meg két kézzel szórod itt a házakat, te Rigó Jancsi! Panti, ne Rigó Jancsi! Ne! Rigó Jancsi! Rigó Jancsi! Hát tényleg Rigó Jancsi vagy te? Rigó Jancsi! Más faszával vered a család? Költöztesd magad mellé a pacsirtak az 56 cég? János, most aztán szépen bemutatkoztál az EU-nak! Lopjanak, kettőre! Mert ezek lopni fognak pedig! Ő fognak lopni, fognak! Tőled! Tőlünk, Józsikám! Tőlünk! Miért nem hívott be őket a házamba? Jó napot kívánok, kedves cigányok! Parancsoljon, parancsoljon! Befoglalj és helyet, rágyújt, iszik valamit, parancsoljon itt a lakaságot! Ami csak tetszik, nyugodtan szedje össze! Örömmel fölsegítem a vállára! Hogy hívjak egy taxit? Várjál, Sanyi! Vagy tudom mit? Tessék! Itt van a bankkártyám! Jaj, Sanyi! Megmondom még a pinkódot is! 22-49, tessék! Alteszi magam! Ne csináld már te is! Nyugodjatok már le, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk. Ki az a ti? Józsikám, ki az a ti? Tennek az a kis hülye lúgnya? Elnézést. Ne haragudjon, csak nagyon ideges vagyok a cigányok miatt. Semmi baj, én is szoktam, hogy... Hozzál a nyakunkra aratokat is, vagy tudom én. És nekem. Vagy vietmáni. Svájci. Vagy kristásokat, aztán egész a gondokat adjuk, hogy borangák, 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 borangák. Na, 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 ide nem jönnek törpe egyházak. József, mi lesz az 1%? Gyerekek, akkor aztán válvette vonul be a faluban a három alapkőletétel úgy, mint vodkenden fű marihumana. De marihumana? Eszívják ezek még a haragkötelek is, barátom. Hitler is ott baszta el, hogy nem a cigányokkal kezdte. Hát, igen. Egyébként meg! Ferenc, fogjál már be. Isten előtt mindenki egyenlő. Cigányok is egyenlők, és az emberek is egyenlők. Ezért nem jár a testemben. Fera! Hát ki a baj, Timi? Hát olyan mértéknek is van határa, nem? Kedves kisasszony. Nem tudom, kérem, én nem vagyok történész, de ez a mondat és amit jelent, ez nem biztos, hogy teljesen EU-konform. Szarok én bele az EU-ba Schengeni violát! Igen! Ne is! És attól még elhúzottam a cigányom az EU-ba, azt még jelent boldog, amíg meg ne! Ugye, nem ért ide a sajtó? Itt van a sajtó! A sajtó! Ez mi a mondat, Balú? Ezeknek a lindelem most semmit tartja! Ferenc! Egy a szomszédot próbál csak megetapni a házat. Rekesz, legy márkát kapsz én. A kölkeink apró székű fognak majd kerékpározni a macska kövön. Nem lehet majd aludni, papa. És mi lesz a közbiztonsággal? Kivel majd ezek után este sétálni az utcán? De nem is szoktál sétálni, Iré. Én viszont szoktál sétálni, Józs! Dehogy már kötelező legyen a séta! Ez a kötelező séta tényleg meredek, Józsikám, meredek. Én nem sétálok, az hétszentség! Most tényleg sétálni akarsz, Iré? Meg fognak erőszakolni a cigányt. Na, hát azért mi is ott leszünk. Ne mondogassátok már neki, egész napot fog koslatni. Elmész a picsába, Sanyi! Viccelünk, viccelünk, és közben nyakunk volna úrra. Hihetetlenül bukó vagy! Kurvákról! Elnézést, kisasszony! Kurvákról mindez idáig!
egyáltalán nem borzol. Ha türelmi negyedet csinálsz a faluból, az agyaszentelt házakban nem megy bele. Nem, nem fogunk belevenni a türelmi negyedetbe. A lábamat nem fogom de neked belevenni. Nem fogok előszakolni. Nem szokassátok meg. A meg fogják előszakolni. És a nőket is. Meg a gyereket. Meg a férfiakat. Ezek csak az mindegy. Kinek a pap, kinek a papné. Pinyó! Azt mi vagy ezek teljes lestelen volt? Én nem tudom, mi ebben a közmondás? Polgárőrséget kell alakítani. Pinyó! Az jó. Én ott vagyok. Polgárőrséget támogatom. Én nem vagyok. 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 Péntek este is elmész. Igen. A kurva cigányok miatt. Hát én hétvégenként pihenni akarok! Én dolgozom! Pihenni! Hát nem mindenki kommunista, mint te vagy! Ki a kommunista? Hát kicsoda! A Bandi! Hát meg is gyóltad, amikor az üveg megtettél! Hát nem a kurvát lány! Hát ne! Hát ne! Nem kellett volna belépni! Vagy időben kellett volna kilépni! Jaj, Isten, hát most miért most azért, mert nem ennyi olyan csinaszalasztal? Többek között azért! Azért! Igen! Hát üled voltál se, mert mi van? Mi van? Hát mi van? Minden szolgálatba helyezem magam, hogy mindenkit jó előállni! Az árkokat be kell végre temetni! Igazad van, Józsi, igazad van! Ideje vagyon az árkok temetésének, és ideje vagyon az árkok kiásásának. Meg kell, hogy változzon a gondolkodásmódunk. Változzanak meg ők! Tanuljanak meg előbb dolgozni! Illeszkedjenek be! Illeszkedjenek, de ne ide! Mi voltál? Cigány csoportás. Bocsánat, én személy szerint, és hivatalosan is nagyon jó ötletnek tartom ezt a civil önszervezőt. Polgárőrség. Igen, a polgárőrséget, ami most csírájában felütötte a fejét. És a kormány kisebbségi politikája... Cigány politika! Kisebbségi! Kormánynak a kisebbségi politikája, mert nem ütötték a fejét a kormánynak! Bocsánat, uram, de mi a probléma ezzel, hogy kisebbség? Kisasszony! Lovagoljunk a szavakon! Szeretettel gratulálnék a kormány termékeny kisebbségi politikájához. Köszönjük szépen! Eddig 142 cigány családot üldöztünk el Kanadába. Csak így tovább, hogy az összes el megnyerni! Ez a doktor úr magán véleményével a kormányban nem... Egy éva eszedemné, Józsikám, már téged fognak segélyét ipródni a polgármesterében. Vehetünk a boltba egy puttilt. Mi? Mert ezek minden éjjelbe fognak törni. Tudod te, mibe kerül egy jó puttil és mennyit teszik? Erre jut eszembe! Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de kedves! Na, megvan az nektek, hogy négy lába van és két keze? Mi az? Józsi? Na, na! Na! A Putbill megy haza a játszótérről! Igaz? Nem is várom!
cigány szavazott, akkor akarsz polgármester lenni, ujja! Arról ne is álmodjál! Mit adta szavazatokért, Rigó Jancsi? Sarokháza? Mit mosolyogsz? Mit mosolyogsz, Józsi? Zacskó Zizért megveszem az összes szavazatukat, aztán mehetsz vissza habcsokokat merírozgatni. Hát tényleg semmit nem értesz. Mi Józsi? Megváltod tőle? Hát a lapja is ilyen csötét volt. Ne azt, Józsi! El kell, hogy tegyem a kérdést. Nem vagy te véletlenül cigány? Otto! Ne, most komolyan! Jogos, ne nézzis el! Nézz és válaszoljál! Nem vagy te véletlenül cigány! Otto, most megkérdezik! Zsidó vagy? Mi vagy te? Sima, egyszerű, szimpla kérdés! Válaszoljál! Fekete fejű rigán, nem cigány vagyok-e vagy sem, na? Ne cigányoztál a kurványádat! Ne cigányoztál! Ne cigányoztál! Visszakadjatok már a helyére! Mindjárt megőrnek figyelmeztetek! Otto! Otto, ne politizálj! Atya úristen, mennyi ilyen fontos? Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én kérem Kolompár Károlyt. Isten hozta önöket! Örvendek, szállj már át a barom! Kérem, én Kolompár Károly vagyok. Ez máma az első jó hír, amit ma hallottam. Minek köszönhetjük ezt a végtelen szerencsét? Igen. Hát, rólunk lenne szó, mi volnánk azok. Ezek meg mi vagyunk? Jó napot! Ezek aztán beszélhet, sík hülye az összes. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, kínálja már meg őket egy tárca indián erre. Jaj, ne! Köszönjük, köszönjük! Ó, mennyire örülünk, hogy megérkeztek, és most mégis itt vannak. Ami személyen illeti dr. Molnárné, dr. Bakos Éva, a Parlament Európai Uniós Regionális Szociálpolitikai az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve a kormány kisebbségi politikájának... Nézze meg, milyen vannak! A magyarországi romalakosság átlag életkora 10 évvel rövidebb az egyéb lakosság átlag életkoránál. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve a kormány kisebbségi politikájának folyamányaként, melynek falában ez a ház egy csíra csupán csak, el fogjuk érni, hogy a magyarországi lakosság átlag életkora 15, 20, 25 évben legyen rövidebb. Hát, megérkeztünk, gyermekeim. Átadnám a szó, polgármester úr, engedjék meg. Engedjék meg, hogy én is bemutatkozzam. Rigó János! Rigó János! Rigó János! József vagyok, kérem szépen. Az önök leendő polgármestere vagyok. Jó napot kívánok! Engedjék meg, hogy a falu a mi kis családunk nevében egymás mellé sodort minket a sors pókfonala, ami az élet, a gondviselés, amely előtt nincs se kevés, se sok. Ünnepélyesen átnyújtsam a kulcsot. Karcsi bácsi! Nagyon köszönjük, drága Rigó úr! A kulcs gyerekeim, a karcsibács! Kedves Rigó úr! Fogadja nagyon sok szeretettel ezt a kendőt, ez egy párja kendő, melyet az én nagymamám hagyott rám, melyet 200 ezer évvel ezelőtt hozott Indiából. Úgy néz ki, mint egy füles magaj! Rigó úr! Mind a hetet ez nyitja? Hetet? Milyen hetet? Hetet.
Hát ugye hét ház, ugye? Aláírás, pecsét, dátum. Papír, költözzenek a papírjaikba. Jaj, dehogy is aranyom. Kis kezét csókolom, maguknak se a papírba tetszik, ugye? Mit kell, hogy ki a bármét, Balázsa? Értem már a félreértést. Roma származású. Cigány! A cigány barátaim. Az a helyzet állt meg, hogy ebben a pillanatban egyetlen egy ház van ellakható állapotban. Egy ház. Papírban hét ház volt lakva. Hallgassatok már el! Ez a Rigó sokkal jobban tudja. Kérem szépen, bácskai! Igen, ő írta alá. Köszönjétek meg szépen Rigó úrnak! Köszönjük szépen Rigó! Egy ház, kolompár! Egy! Lesz ház! Csak a következő évre van. Tibor! És a rá következő évre megint egy... Aztán megint egy! Ha csak közben nem jön véletlenül valami... És így tovább, és a hetedik esztendő végén nyugodhatnak békében, ahogy Isten a világot. Hét év, hét ház! Érthető, ugye? Ház! Barcsi bácsi, én mondtam, hogy ne jöjjünk ki. Hát akkor már van egy ház! Na, én most végben... A hölgyet, ha érteni! Szoktam érteni, Rigó! Ő mindig érti. Jó. Egy ház, de hány szoba? Egy! De a szoba? Szoba! Plusz az őrszoba! Nagyon szépen! Rasszistán! 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 Anyád! Nézze már, hogy mennyien vagyunk! Elvallultunk! Eddig is elvallultunk! Jó, mama! Elalszom a fürdőszobában is! Mi a gyereknek van esze? Hát elalszik a fürdőszobában! Van fürdőszoba! Fürdőszoba nincs! Fürdőszoba! Jacuzzi nem kéne? Fürdőszoba! Solarium! Fogadjunk, hogy WC sincsen! Tartsd már vissza, fiam! Hét év, itt Karcsi bácsi! Kisebb dolgunk is nagyobb van rá! Hova szarja Karcsi bácsi? Hát ide! Hát szarjál ide! Nézzék! Nézzék! Van egy darab helyiség! Azt úgy hasznosítják, ahogy akarják! Vagy nem kell a ház? Nem kötelező áll! És hova feküdjünk egymásra? Kezdni már! Legalább addig várjon, amíg elmegyünk! Nem őtöm, még ki se koppant előtt! Magva fájó, így ide jönni! Egyre fontos az, hogy tető legyen a fejünk fele. Na, erről van szó! Hányat írjak, személyigazolvány? Hányat adja? Találkozunk még, nemecsek! Nem megy a kurva anyját! Megfogom! Fújjuk le! Fogjuk le! Sanyi! Ne fújjatok! Ne fújjatok! Azt nem szabad! Menjetek már! Nem lehet! Ne fújjatok! Istenem! Istenem! Polgár mester úr, győződjék meg róla a saját két személyével! Ezen házon nem található tető. Úristen! Nincs tető! Ami nincs! És engem erről senki sem tájékoztatott félre, és önöket is kedvesen. Kolompár! Az sejti, ugye? Hogy Égenföldön nincs az a polgármesteri hivatal, aki erre kiadná a lakhatási engedélyt. Persze nem tudjuk, hogy Brüsszelben mi számít háznak. Nézzék, én úgyis, mint orvosként, ezen házam az egészségügyi és járványügyi szempontból emberi lakhatásra alkalmatlan. Ha nem is egészen alkalmatlan, de így elhúzódhat egy ideig és okmánybélyeg. Addig azt javaslom, hogy keressenek megoldást. Nem baj, Rigó úr, el vagyunk mi a négy fal között. Nem, 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 nem,
Szervesen úr! Kedves József! Ennek a háznak falati! Ház? Úr, milyen ház? Nincs egy ház! Ha egy ház meghasonlít önnön magával, összeomlik az a ház! Polgármester úr! Ezen sorsra érdemes embereket nem költöztetheti körülmények közé. Sajnos falunk nem tud megfelelő minőségű mennyiséget biztosítani az önök számának. Kérem, én Kolompár Károly vagyok. Fogja már fel, Kolompár! Eltévesztették a házszámot! Aranykám, miket hívtál ide meg? Ne szépsz hülyeségeket, én hát mit tudom én, hogy hívtál? Na mik ezek a rengeteg cigányok? Mi van? Bucsú! Nem veszem semmit. Ramaszlaci! Jalaci! Jalaci! Mi van a házoddal, Laci? Biztos, hogy itt lakunk? Ne idegéljél már, Arany! Csak tudom, hogy hol lakok! Szabadságdülő 17! Jó, akkor meg hol van a házunk? Maradjál már, Arany! Elugrok fél órára a boltba, a testvér cigányok meg lemondják a házat! Ti meg mit létráztok? Mit mászkáltok itt a létrán? Rosszabbak vagytok, mint a cigányok! Kérem, nekem a Kolompár úr vagyok, kérem, és a Rigó úr... Ne rigózzál, te! Ne rigózzál, nem minden rendőrkívok! Itt van! Ja, én itt vagyok! Jó, de szolgálatomon kívül! Egyenlőre! Sanyi! Vera! Iré! Nincs mit szépíteni! Polgármester úr, ezeket a dolgokat nem adhatunk ki a jelentésemből. Te mit röhögsz, mi? A Laci házát mondtattunk le! Iré, ideje vagyod a nevetésnek, és ideje vagyod a sírásnak is, Laci! A maga háza volt a szép! Gyerekek, nincs hova menni! Kárt a szegények! Ne mondtad! Ne! A Laci! A Laci! A Laci! A Laci! Ne legyél igazság! Nagyapám építette. Ezzel a két kérdés kezével égette ki a téglákat. Édesapám, ezzel a két kérdés kezével faragta bele a műves nyilvánzárokat, a cserepeket. A cserepeket pedig én. Ezzel a két kérges kezemmel vettem az obiba. Laci kérges. Ide figyelj, Lacikám! Minden a kibaszott cigányok miatt van! Ha ezek nem jönnek ide, úgy áll a háza paszki, mint a cövek! Nem kellene oda ide hívni őket! Hát akkor nekünk megvan a házunk! Hát akkor már költözhetünk is! Költöztek! Ám tudottom a New Yorkban a World Trade Center föltözök a kettős kikertől! Maguk is beláthatják a történtek után különöket. Saját érdekünkben még nem értek meg az együttélést. Figyelj meg hallgatni tudat magunknak a polgármester úr! Igor úr! Ismeri hozzád a polgármester úr! Hát ezeknek... Endre! Mint polgármester, értsék meg, hogy maguk nem értek meg a közösségre. Boldoguljanak tovább, mert a biztonságukat a jogos népharag nem tudja tovább tolerálni. Hát akkor gyerekeim, odébb egy házzal. Hát nem! Dehogy is! Sőt, hogy nem, Kolompár! Hát akkor egész egyszerűen menjünk el innen. Végül is nem volt itt olyan rossz. Thank you.
cigányok, elhagytuk ezt az országot. Magyarországot. És aznap egy levelet kaptam az úrtól. 120 forint portót fizettem rá, mert ő nem rakott rá elég bélyeget. Ez. És tudják, mit ér benne? Mert én sem. Thank you.
Azért nem teljesen így történt, hazudtunk önöknek. 2009. augusztus 2-án nem a cigányok hagyták el ezt az országot, hanem a magyarok. Azért nem teljesen így történt, megint hazudtunk önöknek, de ma este utoljára. Igazándiból sem a magyarok, sem a cigányok nem hagyták el ezt az országot. Igazándiból, mikor kimennek innen, találkozni fognak velük. Találkozni fognak egymással is, másokkal is. Együtt fognak élni. És ehhez sok szerencsét kívánok. Isten áldja önöket!
Isten áldja önöket! Isten áldja önöket!